Jencsen vagyunk, 86-ban édesanyám még kezdték el közösen ezt a céget. Már elmondhatjuk, hogy testvéremmel átvettük teljesen a cég irányítását, és most már így ketten dolgozunk rajta. Minden évben legalább 4-5 új süti biztos, hogy kijön a pultba. Hétvégén azért 70 féle süteményből lehet választani. Most az egyik új fejlesztésünk, amivel amúgy az RT Klubban is szerepeltünk a cápák közöttben, az az alkoholos fagylalt. Ott nagyon, nagyon sok új termék van. Testvéremmel most már 72 különböző íznél járunk. Megmutatom nektek a műhelyt, meg elbüszkelkedek még egy-két termékkel, meg megmutatom, hogy milyen jó tisztítószereink vannak. Szerencsére egy nagyon jó tisztítószer gyártó céget találtunk, aki már most azt mondhatjuk, hogy lassan 15 éve partnerünk, amire nagyon büszkék vagyunk, azok ti vagytok ugye. Nektek nagyon sok terméketek van, amit be tudunk ágyazni a tisztításba. Közte vannak literes és vannak nagy kiszerelések is, de így a mindennapi életünk során nincs is olyan szegmens, amiben ne használnánk. Ugye használunk gépi mosogatót, mint fekete mosogatót, mint a boltban is vannak mosogatógépeink. Ezekhez mind az általatok készített mosogatószereket használjuk. Szuper! És hogy te is erdicseket, én is szeretnék erdicsekedni egy kicsit, ugye az ökovízkioldó koncentrátummal kapcsolatban. Ugye annyit szeretnék mondani, hogy nekünk ez egy nagyon nagy mérföldkő, hogy meg tudtuk csinálni és létre tudtuk hozni, hiszen nekünk célunk az, hogy etikus termékeket gyártsunk. De ígértél nekem egy dolgot, és szabadon szeretnének fogni, hogy egy tortát fogtok díszíteni itt nem sokára, és szeretnénk ezt megnézni. Így igaz, az utolsó metódust fogjátok látni. Egy ilyen nagyon különleges aranyporos díszítés fog elkészülni a torta tetején. Kétszer is indultunk országtorta versenyen is. Azok ilyen nagyon, nagyon komoly előkészítést igényelnek, meg nagyon nagy munkát, hogy minden úgy legyen jó, ahogy van, meg össze kell rakni. Nagyon sok feltételnek kell megfelelni. És a diabetikusban csináltunk egy Jencsi petrezselymes diabetikus tortát, aminek az volt az egyik különlegessége, hogy petrezselyem volt magába a tésztában, tehát hasonlóan kell elképzelni, mint egy répatorta lenne, meg volt határozva, hogy milyen alapanyagokat lehet berakni, és miket nem. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon jó kihívás is, meg nagyon sok gondolkodás és matematikázása lényege. Ez izgalmas. Az, abszolút. Ez a szakmánknak az egyik különleges része. Én nagyon örültem, hogy megismertelek személyesen is. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük, hogy itt voltatok, és örülök, hogy együtt dolgozunk.